Az elmúlt hétvégén napkoron megrendezett andrásnapi disznóvágás nem csak a hagyományőrzésről szólt, hanem lehetőséget biztosított arra is, hogy az ágazat szereplői beszéljenek legégető problémáikról. A rendezvényen ott volt az agrárminiszter is, akinél nyitott fülekre találtak a panaszok. Mint elmondta, minden eszközt igyekeznek bevetni annak érdekében, hogy segíteni tudják a nehéz helyzetben lévő sertéstenyésztőket. Rendkívül feszítő a helyzet, hiszen nagyon magas gabonárakkal, nagyon magas takarmányárak párosulnak, emellett pedig az afrikai sertéspestis miatti ázsiai import leállása, az nagyon sok sertés itt ragadását jelentett Európába. Azaz magas takarmányárakon nagyon alacsony felvásárlási árak társulnak, ami bizony azt jelenti, hogy minden egyes sertésen több mint 10 000 forintnyi veszteség keletkezik. Ez az, ami egy nagyon feszítő erő, ezen kell nagyon dolgozni. Mindent elkövetünk Brüsszelben, hogy támogatási forrásokat és lehetőséget tudjunk kiharcolni. Egyelőre teljesen süket fülekre találunk, és ez nagyon felháborító, mert még azt sem adják meg, hogy nemzeti hatáskörben lehessen intézkedni. Akkor, amikor 2015-16-ban a tejválság volt, akkor is meg lehetett nyitni a krízis alapot. Most sokkal súlyosabb a válság a sertésvonalon, és nem akarják megnyitni. 19 országgal együttműködve kezdeményeztük a krízis alap megnyitását, hogy lehessen plusz forrást betenni a rendszerbe, lehessen támogatni a gazdákat. Amellett, hogy várják az unió segítségét, a magyar kormány is igyekszik minden támogatást megadni az ágazat szereplőinek. 4,4 milliárd forinttal növeltük az állatjóléti támogatások sorát, tehát állatjóléti támogatáson keresztül tudtunk a gazdáknak adni. Kamatmentes hitelkonstrukciót állítottunk elő, és biztosítjuk a gazdáknak, akinek készpénzre van szüksége, ne legyen készpénzzavara, tudjon fölvenni készpénzforrást, tudja biztosítani ezt, de ne kerüljön neki költségbe mindez, amikor majd visszafizeti. Emellett párhuzamosan egy nagyon szigorú határellenőrzési folyamatot indítottunk el, hogy védjük a belső piacot, nagyon szigorú állategészségügyi ellenőrzésnek vetünk alá minden hazánkba érkező állatot és állati terméket, mert nem akarjuk még súlyosbítani és nehezíteni a helyzetet. Itt tartunk most. Ezzel párhuzamban természetesen segíteni kell a fogyasztás ösztönzést. Elindultunk tárgyalni a különböző kereskedelmi láncokkal. Nagyon örömhír, hogy az Aldi és Lidl is megindultak most már, értik, hogy támogatni kell a magyar gazdákat, és csak magyar húst forgalmaznak a rendszereikben. Ezen mentén akarunk tovább menni. Az agrárminiszter arról is beszélt, hogy a fogyasztók figyelmét is fel akarják hívni a tudatos vásárlásra, arra, hogy keressék a pultokban a hazai húskészítményeket. Ezzel ugyanis áttételesen a vevők támogatni tudják a magyar gazdákat.